Helyszíni bejáráson tekintette meg a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ vezetője a Platán utcai általános iskola mögötti területet, ahol megépülhet a tanuszoda. Dala Tamás itt ismertette a projekt részleteit. A korábbi vízilabdázó a tanuszoda program vezetőjeként látogatott el Félegyházára. Mint mondta, bízik abban, hogy sikeres sportolókat nevelhet ki a város a tanuszodának köszönhetően. Több sportot tudok mondani, Szene Attilát, ugye Bíros Pétert, Fodor Rajmondot, akik ugye annak idején vidéken kezdték el a sportást, és úgy kerültek Budapestre, és lettek válogatottak. Úszásban, vízilabdában egyaránt, Rózsa Norbi szintén Dombóvárról kerültek föl. Tehát ezekben az úszodákban az lesz az alap, hogy megtanuljanak úszni a gyerekek, és utána pedig ugye a versenyzés alapján a jobbakat úgymond kiválogatják, és én azt gondolom, hogy itt is el fog indulni a megfelelő lehetőség a versenyzésnek. Több mint 500 gyermek úszásoktatását tudja majd megoldani a város a fejlesztéssel. A Platán utcai általános iskola a mindennapi testnevelés órák megtartásához is segítséget kaphat tanuszoda megépítésével. Mind a óvodás gyerekeknek, mind az általános iskolás gyerekeknek óriási nagy lehetőség lesz, hiszen napjainkban is nagyon nagy probléma az iskolában, hogy a városi úszodába eljussanak, hiszen mindenki tudja, hogy a Móra várostól milyen messzire van az úszoda, és komoly problémát jelent, főleg a kisiskolásoknak eljutni a város másik végében. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a problémát is meg fogja oldani ez a fejlesztés. A beruházás értéke 150 millió forint. Az építkezés jövőre kezdődhet el. A 10 méter hosszú, 80 cm mély tanmedence mellett elkészül egy 25 méter hosszú feszített víztükrő medence is, amely sportversenyek megtartására is alkalmas lesz.